Sziasztok! Az egyenes egyenletével megyünk tovább. Ugye, mint tudjuk, hogy az egyenesnek végtelen sok pontja van, ezért konkrét megadása nincs lehetőség, de szerencsére rendelkezünk olyan algebrai eszközökkel, amelyek segítségével találhatunk olyan egyenleteket, amelyel az egyenesen lévő tetszőleges úgynevezett futópontok, ugye ezt már definiáltuk, hogy mi is az, hogy futópont, általában ugye ez XY koordinátákkal van megadva a feladatban, szóval találhatunk olyan egyenleteket, amely az egyenesen lévő tetszőleges koordinátái és az egyenest egyértelműen meghatározó adatok között képlet formájában megadhatók. Ugye különböző módon megadhatjuk az egyenes egyenleteit. Van, amikor a meredekséget használjuk az egyenesnek a, az egyenletének megadására, van, amikor az irányvektort, és a harmadik, amikor a normálvektoros egyenletét használjuk. Attól függ, hogy a feladatban ö, mi van, ugye, megadva. Foglalkozunk először is a meredekséggel. Még mielőtt ö, eljutunk addig, hogy ö, megmondom azt a konkrét képletet, ö, járjuk is először ö, körül azt, hogy ö, mit jelent, amikor a például egy egyenes az x tengelyt, ugye ö, függőlegesen meci. Szóval, ha egy függőleges egyenes, mint itt látható, ez a piros, az x tengelyt az a pontban meci, jelen esetben ugye ez a kettes nála, akkor az egyenes minden pontjának x koordinátája az a. Tehát ez azt jelenti, hogy x egyenlő 2 jelen esetében, hogy az x koordinátája ennek az egyenesnek minden esetben 2, 2, 2. Hasonlóan ugye ez azt jelenti, hogy x egyenlő a-val. Amikor egy a pontban metzi, ugye a függőleges egyenes az x tengelyt. Hasonlóan y egyenlő b-vel, annak a vízszintes egyenesnek az egyenlete, amely az y tengelyt a b pontban metszi, jelen esetben itt a, 3-nál. Ilyenkor, ugye, mint mondtam, az x egyenlő 2 egyenesnek minden pontja x egyenlő 2. Hasonlóan a vízszintes zöld y egyenlő 3 egyenesnek minden pontjára igaz, hogy y egyenlő 3. Fontos ezt tisztázni. Nézzük a, a következő ábrát. Tetszőleges, de nem függőleges, lényeges, tetszőleges, de nem függőleges egyenes esetén, annak a pontnak az y ö koordinátáját, amely az egyenes, az, ö, amelyben ugye az egyenes az y tengelyt metszi, az egyenes y tengely metszetének nevezzük. Ugye jelen esetben ugye az egyenesünk az y tengelyt a b pontban metszi, ezért azt mondjuk, hogy az y tengely b. És ugye hasonlóan egy nem vízszintes egyenes X-tengely metszete, az egyenes és az X-tengely metszés pontjának ö, X- koordinátája. Egyszerűen lefordítva, ahol az egyenesem az x tengelyt metszi, ugye jelen esetben ez az X-tengely metszete, hogy jobban ö, megértsük ezeket a kis fogalmakat, de térjünk is rá arra, amikor megvan adva az egyenesünk meredeksége. Szóval, ha egy egyenes meredeksége M, és Y tengely metszete pedig B, menjünk egy kicsit vissza, ugye Y tengely meccete B, az, ahol az egyenesünk az Y tengelyt metzi, csak hogy jobban megértsük, Y tengely metszete pedig B, akkor az egyenes egyenlete, ez nagyon fontos, Y egyenlő, M szer x plusz b, a b pedig ne felejtsük el, hogy az y-nak a tengelymetszete. Ha egy egyenes egyenlete y egyenlő mszer x alakú, tehát mx alakú, amikor hiányzik a b, tehát az y-nak a tengelymetszete, akkor y tengelymetszete, nulla, azaz ez mit jelent? Az, hogy ezek átmennek az origón. Fontos még megjegyezni, vagyis egy kis ismétlésként, hogy ugye az emma meredekséget jelenti, és nem felejtjük el azt az összefüggést, ami a meredekségre vonatkozik, hogy meredekség egyenlő tangens alfa, azaz a meredekség és alfa irányszog közötti összefüggés is nagyon fontos az egyenes egyenletének felírásához. Továbbá az is fontos, hogyha megvan adva egy ö, x1, y1 pontra illeszkedő m meredekségű egyenes, akkor a következő fontos képletet is ö, használjuk. y egyenlő, y1 plusz m, zárójel x-ből x1. De hogy mikor is használjuk ö, ezt a fontos képletet, azt majd a példákon keresztül mindjárt megmutatom. Így szól az első példa, hogy írjuk fel azon origóra illeszkedő egyenesek egyenletét, amelynek irányszöge a 45 fok, B mínusz 60 fok. Először is akkor nézzük az A feladatot. Rögtön be, jut, hogy az irányszög meg van adva, és ugye az origóra illeszkedő egyenes egyenletét kell megadni, ezért biztos tudjuk, hogy a, itt meredekséges egyenletet fogjuk valamiképpen használni, nem a, a irányvektorosat sem, hiszen nem tudjuk azt sem a normálvektorosat, ezért ez biztos meredekséges képlet lesz, hiszen az irányszög megvan adva, és kapásból tudjuk, hogy az irányszögre, a következő összefüggés áll fel, hogy meredekség egyenlő tangens alfa, azaz ebből a fokból mi már ki tudjuk számolni a meredekséget, azaz n egyenlő tangens 45 fok, és ugye ez egy nevezetes szög, rögtön tudjuk, hogy ez 1. Tehát ennek az egyenesnek a meredeksége 1, és ugye használjuk azt a képletet, ami azt mondta, hogy adott x egy y pontra illeszkedő, hiszen origóra illeszkedő egyenes egyenletét kell most leírnunk, és tudjuk, hogy ha origóra illeszkedik, akkor a p pontja az 0, lesz, hiszen origóra illeszkedik, azaz ez a 0, 0 az x1-et, és az y et fogja jelenteni, és használhatjuk is rögtön a képletet, amit az előbb említettem, hogy y egyenlő, y egy, hiszen ez egy adott p pontra illeszkedő m meredekségű egyenes egyenlete, Szóval akkor azt az egyenletet fogjuk használni, ami adott P pontra illeszkedő M meredekségű egyenes egyenlete tével áll kapcsolatban, hiszen ebben a feladatban egy P pontra illeszkedik az egyenesünk, és, me, és a meredeksége is meg van adva, ezért kapásból használjuk Y egyenlő, Y1 meg M szer x-ből x1. Ilyen innentől kezdve már csak behelyettesítünk a képletbe, y egyenlő 0 meg 1 szer x-ből 0, és akkor ebből az jön ki, rendezzük az egyenletet, y egyenlő 1x, és akkor ennek a, az egyenesünknek az egyenlete nem lesz más, mint x y egyenlő 0. Hasonlóan megoldhatjuk a B feladatot is, ami úgy szól, hogy mínusz 60 fok. Most nem akarok nagyon bele menni a szögekbe, a számológép ezt is fogja nekünk tudni. Most én így túl csúnyán felírom, hogy tangens mínusz 60 fokot jelent, most ebben nem megyünk mele. Ha beütjük ezt a számológépbe, akkor azt fogjuk megkapni, és úgy tudjuk, hogy ez egy nevezetes szög, hogy a meredekségre azt kapjuk, hogy mínusz gyök 3. Megkaptuk, hogy a meredeksége mínusz gyök 3 ennek a 60 fokos irányszögnek, vagyis ennek az egyenesnek. Innentől kezdve behelyettesítünk újból ebbe a képletbe és már ki is tudjuk számolni ezt a feladatot. Minusz gyök 3x minusz y egyenlő 0, beszorzunk minusz 1 -el. Gyök 3x plusz y egyenlő 0. Nézzük a következő feladatot. Írjuk fel a P0 pontra illeszkedő M iránytangensű egyenes egyenletét, ha P0 5, a p 0 1 a meredekség pedig 3. Itt is pontra illeszkedő M meredekségű egyenesről van szó, ezért bátran használjuk az imént megtanult erre vonatkozó képletet: y egyenlő, y1, meg M x-ből x1. Innentől kezdve szépen behelyettesítünk y egyenlő, behelyettesítünk 5 meg 3 szor x, x plusz 1, rendezzük az egyenletet, és azt kaptunk, hogy ennek az egyenesnek az egyenlete y egyenlő 3x plusz 8. Ilyen egyszerű. Is volt. Nézzük, amikor irányvektorokkal ö, kell megadni a, az adott egyenesünket. Ugye adott P0x0y0 ponton átmenő adott. V1, V2 a rendelkező irányvektorú egyenes egyenletét a következő képpen fogjuk megadni. Fontos képlet, jegyezzük meg, de a függvénytáblába ez is bent van, csak tudjuk, hogy ez az irányvektorra vonatkozik. Irányvektoros egyenlet. V2-ször x v 1 y egyenlő irányvektor második koordinátája szór a ponton átmenő Első koordináta, mínusz az irányvektor, első koordinátája szór a ponton átmenő második koordináta. Ezt készség szinten el fogjátok tudni sajátítani, hogyha megnézzük a konkrét feladatot, hogyan is szólnak ezek, amikor ö, ezt az egyenletet kell használni, ezek tipikus feladatok különben. Írjuk fel a P0 pontra illeszkedő V irányvektorú egyenes egyenletét, ha P0 3 2, az irányvektor pedig 2, 5, és itt rögtön tudjuk, hogy nem a meredekséges egyenletet fogjuk venni, hiszen nem tudjuk az iránytangenst, irányszöget, meredekséget is, és itt van az, hogy irányvektor, akkor biztos, hogy a vektoros összefüggést fogjuk használni. Ugye, ezért fel is írjuk, mindig így kezdjük a feladatot, hogy ezt a képletet fogom én használni. Szóval ezt a képletet fogjuk használni, és nekünk az egyenes egyenletét kell majd megadni. Amikor is az egyenes egyenletébe jegyezzük meg, hogy ez a pont, amit itt megadtak, ugye ezen megy át az egyenes, ez mindig, minden esetben az x0 és az y0 fogja jelenteni, nem az x-et és nem az y-t, hiszen az egyenes egyenletét, mikor megadjuk, x-et és y-t kell majd használni, úgy, ahogy az előbb láttátok. Minden esetben az x-et és y-t nem az x0, nem az y0, mert ez általában a feladatban megvan adva. Innentől kezdve visszahelyettesítünk csak a képletben, ugye 5 ször x, x, hiszen meg volt adva az irányvektor második koordinátája, 5 ször x, x, meg 2y, hiszen ez az egyenes egyenletét keressük. Egyenlő 5 ször, és ugye ez az x0, 3, mínusz, tegyük ki a zárójelet, mínusz 2, ször mínusz 2, szépen rendezzük az egyenletet, és az egyenes egyenletére azt kaptam meg, hogy 5x plusz 2y egyenlő 11-jel. Ne felejtsük el, hogy az irányvektoros egyenleteknél, hogy mivel egy egyenes v irányvektora és elnő normál vektora merőleges egymásra, ezért egyiket a másikból 90 fokos elforgatással nyerjük. Szóval, ha... A normálvektor van itt megadva, akkor a normálvektorból simán tudunk egy irányvektort is csinálni, és oda-vissza, ugye ahogy az, az irány és normálvektornál ezt már ö, megtanultuk. Nézzük az egyenes normál egyenletét amikor is egy P0, X0, Y0 ponton átmenő és AB normál vektorú egyenes egyenletét a következő képlettel fogjuk tudni megadni. Ugye ez azt jelenti, hogy a normál vektort megszorozzuk az X-ből x 0 plusz BY-Y 0 egyenlő 0. És ha én ezt ki fogom bontani, a jelen képletet fogjuk mi használni. Ez a fontos ebből az egészből AX plusz BY egyenlő AX0 plusz BY0. Szóval ebből a képletből ez a nagyon fontos, ugye ahol az N ugye azt az A és a B-jelenti a normál vektor koordinátáit. A P0 pont, ez nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, az X0 és Y0-t jelenti, azaz ez a rögzített P pont. A rögzített P pont a fix. Az X meg az Y pedig az egy futópont. De nézzük a feladatot. A P0 1 4 pont, és az N5,2 normál vektor által meghatározott egyenesre illeszkedik a P pont. Számítjuk ki a P második koordinátáját, ha az első mínusz 2. Nem felejtjük el, hogy ugye megvan adva a normálvektor, akkor biztos, hogy a normálvektoros egyenlet AX plusz BY egyenlő ax0 plusz by0, már csak azt kellene eldönteni, hogy melyik az xy, illetve melyik az x0, y0, hiszen az a, b azt tudjuk, hogy a normál vektornak a koordinátája, azt eltéveszteni nem nagyon tudjuk, ugye, a feladatban az úgy szól, hogy a P0 pont által meghatározott egyenesre, tehát van a normálvektor és van egy P0 pont, ez meghatározott, meghatároz egy egyenest, és ezen, ezen egyenesen valahol illeszkedik ez a P pont a, a, az ő kis koordinátájával. Innentől kezdve nem nehéz eldönteni, hogy a fix pont az biztos, hogy a P0, tehát ez az X0. Ez meg az Y0, és ez pedig a futópont, hiszen az egyenesen kiválasztottak egy P pontot, így a legegyszerűbb talán ö, felfogni, és ez biztos, ö, és ez az X, a futópont, ez az X, és akkor az Y koordinátáját kell majd nekünk ö, kiszámolni. Innentől kezdve behelyettesítünk a, a képletbe. 5 ször, ugye az első meg volt adva mínusz 2 meg 2y, egyenlő 5 ször 1, meg 2 ször mínusz 4, rendezzük az egyenletet, Azt kaptuk, hogy az y, tehát a p pont második koordinátája 7 kettet. Fontos ezeknél, hogy mindig jöjjünk rá, ne keverjük össze, hogy a képletekben melyik az x0, y0 és melyik az xy. Nézzük az utolsó feladatot, ez egy vegyes feladat, hogy használjunk minden típust, amit eddig nagyjából ugye megtanultuk. Írjuk fel a P0 1-2 pontra illeszkedő egyenes egyenletét, ha irányvektora 3-2. Nézzük először akkor az A feladatot. Irányvektor volt megadva. 3-2. Hát itt most két választási lehetőségünk van a 3-ból, vagy az irányvektoros egyenletet használjuk, vagy a normálvektorost. Hát próbáljuk ki mind a kettőt. Biztos, hogy ugyanazt fogjuk kapni, ugye az irányvektoros egyenletet gyorsan felírjuk magunknak és ugye az egyenes egyenletet keresi, ugye a, a fix pont meg van adva, és nekünk a, a futópontos ö, ö, egyenletet kell megadni, behelyettesítünk csak simán a képletbe, mínusz négyet fogunk kapni, ez az irányvektoros képlet, ezt használtuk, de tudjuk azt, hogyha irányvektor meg van adva és fordítva, akkor a normálvektort is használhatjuk a normálvektoros egyenletet, csak egy lépéssel több. Ebből az irányvektorból mi szabadon gyárthatunk egy normálvektort, 2 és mínusz 3 lesz, ugye a normálvektornál ez az A, ez pedig a B, felírjuk a normálvektoros egyenletet, AX plusz BY Egyenlő ax0 meg by0, ez a normálvektoros egyenlet, ezt fogjuk használni, és egyszerűen csak behelyettesítünk a képletbe itt is ugyanúgy. 4, és ugyanazt kaptuk, választ, tehát teljesen mindegy egy ilyen feladatnál, hogy vagy az irányvektorost, vagy a normálvektorost egyenletet, képletet választjuk, hiszen oda-vissza lehet irányvektorból normált, és normálvektorból irányvektort csinálni. Nézzük a B részét. Ugye még mindig az a feladat, hogy van egy P0 egy pontra illeszkedő egyenes, és most jelen esetben a B-nél meg van adva az irányszög, ami 60 fok. Szóval akkor ne felejtsük el, felírjuk ide magunknak, váltottam egy oldalt. Egy pontra illeszkedő egyenes egyenlete van megadva, és az irányszöge, ami. 60 fok, ugye ez a feladatunk B része. Hát akkor innentől kezdve nincs más választásunk, irányszög meg van adva, eszünkbe jut, hogy meredekséges egyenletet ö, ö, fogunk használni, és eszünkbe jut a meredekség és irányszög közötti összefüggés, azaz tangens 60 fokra, tudjuk, hiszen nevezetes, hogy ez gyök 3. Megvan a meredekség is. Akkor emlékezzünk a P pontra illeszkedő M iránytangensű egyenletre, ami úgy szólt, hogy Y egyenlő, Y1 meg M x-ből, x, x egy jó, ha ezt megtanuljátok, mert semmi bonyolultságot nem fog okozni, hiszen csak képletekkel kell kombinálni, és tényleg nem olyan nehéz egy egyenletnek a egyenes egyenletének a felírása. Na, visszaértesítünk a képletbe. y egyenlő 2 plusz gyök 3, x-ből gyök 3. Ugye most kihagytam azt a, a lépést, de hogy ne kavarjon meg titeket ez úgy jött ki, 2 plusz gyök 3, szor x-ből 1, és ebből jött ez ki, ami már elvégeztük a szorzást, és akkor ennek az egyenlete gyök 3 x, gyök 3 x-ből y egyenlő gyök 3-ból 2 ez lett a B pontunknak az egyenes egyenlete, ha az irányszöge 60 fokra volt megadva. Nézzük a feladat C részét, ez egy rövid ke, úgyhogy nem váltok táblát. Ugye a C része az úgy szólt, hogyha visszapörgetünk, hogy ugye ugyanúgy P0 pont megvan adva 1-2, erre illeszkedik egy egyenes, és megvan adva, hogy iránytangense 2 akkor hogy járunk el? Hogyha iránytangen megvan adva, hogy kettő, az azt jelenti, hogy az iránytangens 2 az nem lesz más, mint a meredekség. Ugye az volt megadva, hogy iránytangense 2 akkor mennyi lesz ez az egyenes? Hát m meredekség egyenlő kettő, hiszen ezt iránytangensnek is szokták nevezni, ne meg senkit. Megint p 0 pontra illeszkedő m meredegségű iránytangensű egyenletet fogjuk felírni, és ebbe helyettesítünk be mindent. És az jött ki, hogy y egyenlő 2 x-el, és ha rendezzük, 2x-ből y egyenlő 0. Ez lett az egyenes egyenlete.